Szeretettel köszöntöm tisztelt nézőinket a Lólépésben Sakkmagazin 2016. augusztusi adásában. Gunye Zoltán műsorvezető vagyok, állandó szakértőnk, műsorvezető társam Varga Péter nagymester, nemzetközi mester. És mindenkit üdvözlök. A legutóbbi adásunkban beszámoltunk a 35. nyírségi torna nemzetközi sakkverseny hajrájáról, az utolsó fordulók előtt tudósítottunk a verseny állásáról. Természetes, hogy a mai adásunkban a nagy nemzetközi verseny utolsó fordulójáról, illetőleg a végeredményről fogunk beszámolni. Jó magam csupán interneten tudtam megnézni az utolsó forduló partijait, az első 6 táblát ugyanis mind az A, mind a B csoportban interneten lehetett követni. A partikat élőben követte Péter nagymester, én csupán a végeredményt tudom elmondani. A mesterek csoportjában nem váratlanul, hanem a papírformának megfelelően a mesterek végeztek az élen. A versenyt megnyerte Mester Gyula, fidemester, dupla mester a Gyula, rendkívül erős NB1-es játékos, sok híres sakkozónak a legyőzője. A második helyre egy romániai mester futott be, Lévai Szorin, harmadik helyen a legmagasabb értékszámú mester, Gál József Otto futott be, a negyedik helyre pedig felkapaszkodott jó hajrával az ukrán Vasilij Prokopishin mester, aki a verseny elején döcögve játszott, kikapott a 13 éves Tóth Tibikétől is, ezt a partit az előző adásunkban bemutattuk tisztelt nézőinknek. Péter, mit tudsz mondani élő szemtanúként a verseny főbírójaként a véghajráról? Megérdemelten nyerte Gyula? Igen, mindenképp megérdemelten, ugye rosszul indult a versenyen, az első fordulóba vesztett, meglepetésre, de utána hát ellenállhatatlanul játszott, és talán, hát, ha mindegy, az két döntetlent adott le. Mindösszesen, tehát 9-ből 7 ponttal nyerte meg a versenyt. Második helyen a Lévai Szorin végzett, aki én úgy gondolom, hogy szintén megérdemelte ezt a helyezést, és végül is a holtverseny volt a harmadik helyen, elég sokan voltak, de a legjobb Buholca Gál Józsefnek sikerült ugye megszereznie a bronzérmet. És az érem helyett a mutatós pénzdíjat. És gyakorlatilag ugye ők mindenképp kiemelkedtek a mezőnyből. Amit még mindenképp szeretnék megemlíteni, hogy a Tóth Tibikének nagyon-nagyon jól ment itt az A csoportban, és nagyon sok skalpot szerzett. Tehát élesíti a farkas körmeit, és közeljövőben reméljük, hogy még erősebben tud marni a körmeivel Tibike. És ha úgy alakul, akkor még a díjasok közé is be fogja magát verekedni. Ki volt a legjobb megyei játékos a mesterek csoportjában? A mesterek csoportjában a legjobb megyei játékos Karsai István lett, tehát ő neki sikerült ezt a címet megszerezni. Ugye holtversenyben Rubócki Tiborral, és ugye a Karsa is van, már szenyor korban is van, tehát ő lett a legjobb megyei és a legjobb szenyor játékos egyben, de ugye a legjobb szenyor játékosnak a díját vette át, és a legjobb megyei játékosnak végül is Rubócki Tibor futott be, vagy legalábbis ő nyerte ezt a Tibihez díjat. Azért fűzzük hozzá, hogy az első néhány fordulót kihagyta, jól emlékszem, a harmadik fordulóban kapcsolódott be, tehát ő kevesebb partiból érte el ugyanazt a fényes pontszámot. Hát pontosan az első 3-at kihagyta, tehát 6 fordulóból érte el 5 pontot, 2-3-at nyert és 2 döntet, 4-et nyert és 2 döntetlen. Értem, azt hiszem. És azt hiszem, hogy Tibi teljesítményét még külön kiemeli, hogy egy káprázatos partiban tudta megverni az első helyen kiemeltet Gál József István fidemester, meggyőzően tudta bemutatni az ellenkező színű futók esetében a támadást vezető játékosnak a fölényét. Ha a parti végkifejletét végig kibiceltem, akkor be tudtam menni a versenyre, és hosszasan számítgattam a támadási lehetőségeket, végül láttam, hogy Tibi nyerni fog, és hát szurkoltam is neki, mert hát azért Tibivel sok éve vagyunk már klubtársak, és ismerem, hogy mennyivel jobban játszik, mint az értékszáma, és milyen tehetséges sakkozó. Ha annyi energiát ölne a sakkba, mint amennyit egyetemi tanulmányaiba, akkor nyilván mester lenne már. Lehetséges, igen. Mi volt a helyzet a B csoportban? Hát a B csoportban ugye a legnépesebb FIDE csoportunk volt.
ott ugye 34-en indultak a versenyen. Juhász Zoltán nyerte, aki ugye Pécsről érkezett hozzánk, de régen ugye ő nyíregyházi sakkozó volt. Itt nevelkedett fel, igen, az egyetem fel. És az egzisztencia vitte a Dunántúlra. Igen, tehát ő elég magabiztosan 9-ből 8 ponttal nyerte meg a versenyt. Második helyre Vitai Tamás futott be, akinek az utolsó fordulóban egy védekeznie kellett az egyik ifjú titán ellen, hogy megszerezze ezt a második helyet, de sikerült neki, és nagy küzdelemben szerezte meg a második helyet. Harmadik helyre pedig a Piremon másik ifjú titánja, Góca Ádám érkezett. Tehát ő is nagyon-nagyon jól játszott, nagyon megérdemelte ezt a kiemelkedő eredményt. Tehát már benne volt a játékában, hogy egyszer egy ilyen jó eredményt fog elérni. Tehát nem is annyira váratlan siker volt ez Ádámtól, Góca Ádámtól, de azért mégiscsak kiugró teljesítmény. És úgy tudom, még a díjasok között volt a legmagasabb értékszámú játékos, a kisvárdai Molnár János, és a sakkiskola ifjú tehetsége ugyan Dani is külön díjas lett, illetve fődíjas lett. Igen. A C-csoport? A C-csoport ugye az utánpótlás korúaknak volt főként kitalál, meg aki inkább, hogy úgy fogalmazzak, nem is annyira versenyszerűen sakkozik, hanem hobbi szinten szeret játszani, tehát azoknak van ez a csoport kitalálva. Ott végül is az első három helyen ifjúsági játékos végzett, ugye első helyen Dán Marcel végzett, akinek szintén kiemelkedő eredmény. Ez a jó teljesítmény utáni, hát nem is tudom, hogy pontosan hány pontot szerzett 11 fordulóból, de talán 8-at szerzett. Nagyon jól játszott és megérdemelte ezt a győzelmet. Második helyre futott be a Csontos Dávid, akinek rokonai élnek itt Nyíregyházán, és minden nyáron itt szokott tartózkodni, de ő Budapestről érkezett hozzánk. Ő is nagyon erős játékos, korcsoportos országos bajnokságokon szokott játszani, az MTK versenyzője. És harmadik helyre pedig a balkányi csapatból Szokolov Albert végzett, akinek sikerült az utolsó partiát megnyernie, és ezzel ugye megelőznie Szabó Lucát, a nagyhalászi egyik legtehetségesebb leányzót, aki végig ott volt a harmadik helyen, az utolsó fordulóban egy vereségével csúszott vissza az ötödik helyre, de a legjobb hölgyversenyző díját ettől függetlenül azért ő nyerte meg. Tehát mindenképp az ifiknek nagyon-nagyon jó volt ez a verseny, nagyon jól szervezett, ami újítás volt a verseny, mint említetted, hogy élőben, interneten lehetett követni a játszmákat, ami fantasztikus, itt még nem nagyon volt ilyen a megyében. Magyar bajnokságon szoktak ilyet. Igen, magyar bajnokságon szoktak. És hát mindenképp, ha már itt volt, ugye a Magyar Sakkszövetségnek a digitális táblájáival sikerült megoldani ezt a közvetítést, 6-6 táblán is, és nagyon-nagyon jól működött, és tényleg az országból bárki néz. Élőben követhette a játszmáknak a menetét. A kicsik csoportjában igen, ki volt az abszolút a legkisebbek bajnok? Csoportjában, ugye ez volt a legnépesebb. Ez az egyik legnépszerűbb versenyünk. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokan sakkoznak, és nagyon sokan kezdték el az iskolai oktatásokon a sakkal való megismerkedést, és ennek is a gyümölcse látszik már itt a nyírségi torna gyerekcsoportjában. Ugye 51-en indultak, ami egy fantasztikus létszám, és az, hogy egy hétig végig ott voltak óvodáskorú játékosok is, és végig játszották, végig küzdötték ezt a versenyt. Ez egy fantasztikus dolog. Én úgy gondolom, hogy már csak emiatt is megéri tehát ezt a nemzetközi versenyt megrendezni. Ott az első helyen elég nagy harc folyt, de végül azért magabiztosan Hajdúböszörményi kislány Boros Brigitta nyerte meg, azt hiszem, hogy 13-ból 12 ponttal a versenyt. Második helyen Kató Máté végzett, aki nagy halászból érkezett, és
És én úgy gondolom, hogy az első kiemelkedő, kiugró eredménye, régóta sakkozik már, de szerintem ez eddig a sakk pályafutása, karrierje során ez a legjobb eredmény. Harmadik helyre pedig a Nyíregyházi Sakkiskola egyik ifjú titánya tehetsége, Gyöngyi Bálint futott be, ott is ott nagyon nagy harc volt, végül is holt versenybe végeztek többen, de neki lett a legjobb holc, ezzel ő szerezte meg a harmadik helyet. Azt hiszem a 35. nyírségi torna megrendezésével a rendező megyei sakkszövetség elérte a célját, nagyszerű versenyzési alkalmat biztosított a megyebeli sakkozóknak, be tudta mutatni országos és nemzetközi szinten a szabolcsi sakkozók erejét, a szabolcsi sakkkultúrát, és egy üde színfolt volt az ország sakk életében ez a verseny. Azt hiszem nem is lehet mást mondani, mint hogy folytatni kell, jövőre még színvonalasabban kell megrendeznünk ezt a versenyt. Én is így gondolom. Még azt meg kell említeni, hogy a Széchenyi István középis informatikai középiskola méltó helyszínen volt ennek a versenynek, méltó körülményeket biztosított, úgyhogy a játékosoknak minden lehetőségük megvolt, hogy a legjobban teljesítsenek. Külön köszönjük ezt az iskolának is. Az előző adásainkban beszámoltunk arról, hogy az MB2 küzdelmeinek lezárása után a megyei bajnokok, az egyes megyék sakkcsapatbajnokságainak bajnokcsapatai egymással körmérkőzést vívnak, úgynevezett osztályozót az MB2 bejutásért. Ezen a küzdelmen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bajnok csapat, a Piremon első csapata vált jogosultá részt venni. Arról volt szó, hogy a Piremon, amely kiesett korábban az MB2-ből, azonnal megnyerte a megyei csapatbajnokságot, jogot szerzett arra, hogy az osztályozó mérkőzéseken részt vegyen az MB2-be való visszajutásért. Szurkoltunk a Piremonnak, hogy egy év kihagyás után visszajusson az MB2-be, beszámoltunk arról, hogy a papírforma szerint a Piremon jóval gyengébb csapat, mint a konkurens Borsod megyei és Hajdú megyei csapat, a papírforma nagyarányú piremonos vereséget ígért. A papírformát sikerült alaposan felrúgni, a Piremonnak azonban mégsem sikerült bejutni az MB2-be. Mindkét ellenféllel óriási küzdelmet vívott, és minimális arányban 6,5-5,5 arányban vesztett mind a Hajdú megyei, mind a Borsod megyei bajnok csapattal szemben, ami óriási eredmény, mivel hogyha táblánként nézzük az eredményeket, akkor hát úgy papírforma szerint legalább 9-3-ra kellett volna kikapni, csupán egy hajszálon múlt, hogy nem sikerült kivívni a Piremonnak az MB2-be való visszajutást. Minden esetre abban még bízhatunk, hogyha az országban valamelyik MB2-es csapat anyagi vagy egyéb okok miatt nem tudna benevezni az MB2 küzdelmeibe, akkor a Magyar Sakkszövetség esetleg figyelembe veheti a Piremon figyelemreméltó és kiemelkedő teljesítményét, és területfejlesztési, ifinevelési szempontok alapján akár kedvező körülmények esetén meg is hívhatja az MB2-be a Piremont. Bízunk ebben, ez majd a következő adásunkra szeptemberre valószínűleg kiderül. Még annyit fúznék hozzá, hogy tehát nem csak, hogy volt esélye, hogy bejusson a Piremon az MB2 barca csoportjába, hanem ugye 5 ifjúsági játékos szerepeltetett az egyik meccsen, a másikon talán 4-et. Tehát ami pedig csak 2 kötelező. 2 kötelező, tehát az ifjúsági nevelő munka eredménye egyértelműen látszik, és ugye egy-egy parti fordult meg, tehát vagyis hát összességében 2-3 parti megfordult, ami hogyha rendesen ugye végződött volna, akkor ugye piremonos 6,5-es győzelem született volna az egyik mérkőzésen legalább, de a másik mérkőzésen is megvolt erre az esélyük. Egy nyertállás megfordult itt is, ott is, és tehát emiatt nem sikerült bejutniuk az MB2-be, de ami nagyon fontos és előre jövő cél, kitűzés számukra, hogy minél több fiatal szerepeltessenek a csapatban, az egyértelműen megvalósult, és a jövő csapata, hogyha tovább építik így az ifi játékosokkal
ugye a következő évet, akkor én úgy gondolom, hogy a következő évet biztosan be fognak jutni, vissza fognak jutni az MB2-be. Jegyezzük meg azért, hogy a Pirellinek a vezető edzője Trembác László mesterjelölt, aki igaz, hogy bőven a 60-as évei vége felé jár, de ennek ellenére hihetetlen saktudását, saklátását a fiataloknak átadja, és az ő kitartó több éves edzői munkájának köszönhető, hogy a Pirellinben ilyen sok fiatal tehetség bizonyítja a tudását. Amikor nyár van, kedves nézőink, olyankor a megye sakk életében a nyírségi torna után szünet szokott beállni. A nyírségi torna után csupán egy-egy egynapos rapid versenyre szokott sor kerülni az MB2-es küzdelmek előtt, ilyen lesz majd augusztus utolsó napjaiban a Nagyidai Kálmán emlékverseny, és ilyenkor nyáron nem sok mindenről tudunk beszámolni a Lólépésben sakk magazinban. Ilyenkor szoktuk elővenni azt, hogy ha jelenben nem találunk, akkor keresgéljünk a múltban, emlékezzünk meg a magyar sakkultúra legnagyobb alakjairól, akikről nagyon sokan még csak nem is hallottak, mégis annak idején a nevük hullócsillag, illetve állócsillag volt a sakkvilág egén, mint mondjuk a futballban Ronaldo, vagy nem is ismerem én annyira a menő futballistáknak a nevét. Minden esetre világsztárok voltak, a magyar sakkozók mindig voltak magyar világsztárok, akik az első 10-ben a világranglistán benne voltak. A mai adásunkban egy olyan sakkozóról szeretnénk megemlékezni, aki magyar volt, de nem Magyarországon született, hihetetlenül hosszú ideig élt, legjobb éveiben a világranglistán, ha jól emlékszem, 23-24 évesen a világranglista 6. helyezettje volt, és juthatott volna feljebb is, hogyha az élete nem úgy alakult volna, ahogy alakult. Ez a sakkozó Lilienthal Andor, aki 1911. május 5-én született Moszkvában. A magyar nagymester szülei, édesapja elektroműszerész volt, édesanyja énekesnő, szülei korán elváltak, amikor a nagymester megszületett, akkor édesanyjának éppen Moszkvában volt énekesi szerződése, ezért éltek ott. Szülei miután elváltak, a nagymesterre rendkívüli szegénység és sanyarú gyerekkor jutott, ő rendkívül szerette édesanyját, szakmát tanult ki, mindig hazahajtotta a vágya szülői házba az édesanyjához, azonban ő a sakkal való megismerkedés után a világnak a vándora lett. Kitanulta a szabómesterséget a nagymester, de már 10-es éveiben, tinédzser korában a sakknak lett a szerelmese, és nem akart ő igazából a sakkal sem foglalkozni, ő csak és kizárólag a sakkal akart foglalkozni. Ez olyannyira sikerült, hogy 23 évesen már nagymesteri címet szerzett, akkor, amikor még rendkívül kevés nagymester volt a világban. Lilienthal Andor egy született őstehetség volt, taktikus kombinatív látásmódú volt, ugyanakkor, mint abszolút világsztár, megtanulta a pozíciós álláskezelését is. Fiatal korára jellemző volt, hogy a sakkelmélettel annyira nem foglalkozott, bízott abban, hogyha megnyitáson túljut, ahogy ő fogalmazott, ha átvészeli a megnyitást, akkor a középjátékban az ők elképesztő taktikai látásmódja mindenképpen érvényesül, és valahogy át tudja törni az ellenfél védelmi erődítményének a sáncait is. Néhány kijózanító vereség után természetesen rájött, hogy ez így nem mehet, hiszen a világ élvonalába nem kerülhet, hogyha nem ismeri alaposan az elméletet, ezek után ő nekilátott, és olyannyira sikerült, hogy 20-as évei közepén már megnyitás elméleti könyvet is tudott írni. Lilienthal Andor külföldön lett világsztár, Párizsban is élt egy hosszú ideig, és számtalan érdekesség fűződik a nevéhez, így például az első hivatalos sakkvilágbajnok Wilhelm Steinitzet kivéve az összes világbajnokkal, Kasparovig bezárólag mindenkivel játszott, és nem egy világbajnokkal szemben pozitív eredménye volt. A 25. évében, azt hiszem, hogy kissé mulatságosnak tűnik ez, de a 20-as évei közepén ő a Szovjetunióba települt át Magyarországról. Hát az életszínvonalbeli különbséget azért az idősebbek nagyon jól tudják, hogy mit jelentett a Szovjetunióba emigrálni, de a nagymesternek ez egy főnyeremény volt, hiszen a Szovjetunióban ő sakkedzői állást kapott, kedve szerint sakkozhatott,
és mit sem törődött azzal, hogy mondjuk Egyesült Államokban, Franciaországban, Németországban, Angliában, akárhol sokkal jobban élhetett volna. Ő neki csak a sakk volt a szerelme, és azzal a Szovjetunióban foglalkozhatott élethivatásszerűen. 76 éves korában települt haza már nyugdíjas nagymesterként Magyarországra, és ekkor már a magyar sakkvilágot segítette tudásával és tapasztalataival, de természetesen közben is nem egyszer megfordult Magyarországon. Ő volt világbajnok jelölt, volt szovjet bajnok, ami a világbajnoki cím után a második legnagyobb eredmény. Világbajnok sohasem lett a nagymester, világbajnoki címért sem tudott páros mérkőzést vívni. A Szovjetunióban, mivel ő külföldről betelepült volt, hamar kisé visszafogták a nagymestert, és az edzői munka irányába terelték. 40 évesen ő már főként edző volt, és nem sakkversenyző. 1951-től, 40 éves korától 1970-ig, 59 éves koráig edzősködött. Mindössze ilyen tanítványai voltak, mint mondjuk az én sakkozói példaképem Tigran Vártanovics Petrosyan, aki 6 évig volt világbajnok, nem véletlen, hogy Lilienthal edzősködése mellett lett Petrosyan világbajnok, és védte meg világbajnoki címét is. A nagymesterhez számtalan siker kapcsolódott. Azt hiszem, egy jellemző partiát is be fogjuk mutatni, amelyben a kubai gépsakkozóval, Capablancával sakkozott. Ezt a partit 1935. január 1-én, új év napján vívta. A nagymester még nem töltötte be a 24. életévét, amikor a világos figurákat vezetve került szembe a kubai gépsakkozóval. Capablancát gépsakkozónak nevezték, 6 évig volt világbajnok. Egy bombabiztos játékvezetésről volt híres, olyan rekordok kötődtek Capablancához, hogy 10 évig nem vesztett versenypartit, noha versenyzett eleget, egész életében, ha jól emlékszem, 22 versenypartit vesztett, ami egyedülálló teljesítmény, bombabiztos stílusáért nevezték őt gépsakkozónak. Ebben a partiban Lilienthal Andor pedig úgy megverte 20-valahány lépésben Capablancát, ahogy soha máskor még a senkinek nem sikerült. A nagymester elmondta, hogy akárhányszor elhívták szimultán körútra élménybeszámolóra, mindig kérték, hogy kommentálja is, mutassa be azt a partit, hogy hogyan áldozott vezért annak a kubainak, akinek más még gyalogot sem nagyon mert áldozni. A nagymester egyébként rendkívül sokáig élt, életének 100. évében, 99. születésnapja után 5 nappal, 2010. májusában hunyt el. Akkor nézzük a partit. Tehát ebben a partiban ugye világossal volt Lilienthal Andor, és ugye Capablanca ellen kellett fehérrel ugye felvenni a kesztyűt. D4-jel nyitott világos, amire huszár F6-tal folytatta sötét, C4-jel ugye folytatta szintén fehér, E6 következett, huszár C3, és utóbb B4. Ugye ez a Nimzó Indel védelm egyik legnépszerűbb változata került terítékre. Abban az időben, tehát ugye a szláv védelem volt, és a Nimzó-indi és az indiai védelmek vezérindiai védelem volt a legnépszerűbb a D4-es kezdések ellen. A3, ez most manapság már ritkábban játsszák, futőüti C3, Bütti C3 következett. Ez a zémis rendszer. Zémis rendszer. Ugye manapság már kidolgozták feketével a legjobb folytatást erre, és ugye ezért nem nagyon játsszák már ezt a rendszert. Következett B6, ugye, ami azonnal a dupla gyalog, ugye a C4 gyalogot próbálja meg majd megtámadni a futóval. Futó A6, huszár B8, C6, A5, és a két könnyű tiszt nyomja a C4 gyalogot. F3 következett, ugye, amivel a centrumot akart elfoglalni, D5, és futó G5-tel, ugye ennek a futónak nincs sok helye, ugye kötést hoztunk létre az F6 huszárnál, H6-tal próbálta ezt megszüntetni fekete, futó H4 következett, amire ugye futó A6-tal, már beszéltünk, a C4 gyalogot támadta meg fekete, erre E4 következett, amire futó üti C4,
D-üti C4, és ugye vezér Ani sakkal, ugye kettős támadást hozott létre. Világos megtámadta a C4 gyalogot is a királyt E8-on. Vezér D7-tel kivédte, amire vezérüti C4 következett. Vezér C6. Ugye, mint említettük, hogy végjátékban nem sok előnye lenne fehérnek, úgyhogy próbál cserélni fekete, de ugye fehér taktikailag akarja az állást mindenképp folytatni, ugye ezért muszáj, hogy kitérjen a vezércsere elől, ezért vezér D3-mal visszább húzta azt a vezért, huszár BD7-tel fekete fejlődött, amire huszár E2 következett. Most valószínűleg amúgy rövid sánc, bástya D8, bástya E8 E5-tel kellett volna feketének játszani, tehát az egy szép nyugis játékstílus, ahol fehér egyértelműen jobban áll a centrum elfoglalása miatt, de ugye taktikai lehetőségekben próbálta meg kihozni fekete ezt az állást, és bástya D8-at lépett, ugye egy üteget hozott létre, meg egy ugye felfedés szeretne majd létrehozni a D-vonalon, ugye a bástya D8-on, a vezér D3-on, de hát ez ugye ez picit túlmesterkélt volt ez a játék stílus, és inkább a picit rosszabb állásba kellett volna belemenni sánccal. Fehér folytatta a fejlődést, elsáncolt, ugye mire A5 következett, hát ez sem nagyon illik bele ugye a játék képébe. Ezek azért felesleges lépések, tehát egy volt világbajnoktól, én úgy gondolom, jó, persze, hogy próbálkozott, de ez nem volt a legjobb terv. Vezér C2-vel ugye kiment a vezér, most akár C4 és D5 a terv, vezér C4-jel sötét az kivédte, és F4-jel elindult előre. Világos, ugye megnyitni a középen rekedt király ellen az állást, bástya C8 következett, ugye egy C5 a terve, amire F5, E5 következett, ugye nem lehetett, hogy megnyissa az F-vonalat, leütötte D-üti E5, de fehér, és vezérüti E4-gyel, ugye ismét vezércserét ajánlott fel fekete, és ami a legszebb, és ugye a legmeglepőbb, tehát, hogy ebben a szerkezetben ugye mindenki úgy gondolja, hogy vezért el kell vinni, vagy lecserélni a vezért. Világos egyértelműen nem így gondolkozott, hanem beáldozta. Ugye mindig van egy olyan kérdés, mi van akkor, ha nem visszük el azt a vezért, és ez történt Világossal. Elüti F6-tal egy megdöbbentő áldozat, de egy fantasztikus nyerő állás alakult ki. Egy tisztet kapunk most per pillanat, de aztán természetesen azt visszanyerjük. Vezérüti C2, ugye nincs más lépés, és F-üti G7, ugye nagyon erős lépés, ugye a H8-ra úgy akarok ütni, hogy újra vezérem, amit beáldoztam, ugye azt visszanyerném, tehát kötelező a bástyával lépni, bástya G8 jött, amire pedig egy fantasztikus ugye kényszerítő erejű támadás, huszár D4 következett, és ugye védhetetlen, hogy a bástya, az albástya, nem játszó albástya az E-vonalra kerüljön, és ugye ott a szinte már matt is lenne, de nem bír megmozdulni fekete ebben az állásban. Vezér E4-et lépte, hogy inkább visszaáldozza azt a vezért, bástya A1-jel ugye kötés, jött létre huszár C5, nincs mese, bástya üti E4, huszár üti E4, bástya E1-jel ugye újabb kötés jött létre, bástya üti G7, és bástya üti E4 sakk után itt beszüntette a küzdelmet feketével Capablanca. Gyakorlatilag két tiszon a bástyáért, F-gyalog, tehát plusz a tisztek is olyan erősen állnak ott, hogy gyakorlatilag nem látta értelmét. Bástyával E7-re be lehet menni, nem látta tovább értelmét fekete a küzdelem folytatásának, úgyhogy egy gyönyörű taktikus támadó partit láthattunk. Szokták mondani, hogy a nagyjátékost az is jellemző, hogy tudja, mikor kell feladni a partit, Capablanca pedig azért mindenképpen nagyjátékos volt. Egyértelműen. Ennyi fért a mai adásunkba, köszönjük megtisztelő figyelmünket, következő adásunkban folytatjuk Lilienthal nagymesterről szóló beszámolónkat. Viszontlátásra! Viszontlátásra!